Üdvözlöm az érdeklődőket, Friedrich Melinda vagyok, és előadásomban Ferenczi Sándor hírlapi szereplését fogom bemutatni. Érdekesség, hogy Ferenczi 1928-ban maga is tartott nyilvános előadásokat a Zeneakadémián teltház előtt. Amint ez a példa is mutatja, a lapok rendkívüli sikerről számoltak be. A színjáték, a dal, a muzsika vonzása nélkül értekezéseket hallgatott végig a zsúfolódó közönség feszült figyelemmel. Ferenczi a magyar hírlapokban a legtöbbet szereplő és a legnépszerűbb pszichoanalitikus volt, 11 magyarországi napi és heti lapnak összesen 43 alkalommal nyilatkozott 1912 és 33 között. Ezen kívül az eddig feltárt források szerint két további országban is szerepelt a sajtóban, a prágai magyar hírlap és két New Yorki napilap is közölt vele készült interjút. A hírlapolvasó ezekből nem csak arról értesülhetett, hogy hogyan vélekedett Ferenczi a különféle bűnügyekről, csodákról, a kuruzslásról vagy a pesti idegekről, hanem betekinthetett Ferenczi magánéletének kisebb-nagyobb eseményeibe, megismerhette napirendjét, otthonát, vagy akár kutyájának nevét is. Íme egy részlet egy 1928-as interjúból. A kis kőteraszról az egész várost látni. A Mártonhegyen lakik mostanában Ferenczi Sándor olyan környezetben, ahol a zaklatott idegek önmagukban is nyugalmat találnak. Lábainál, puha párnán, őszintén horkol öreg kis kutyája Kuki. Ferenczi őszülő fejét meghazudtoló, élénk mozdulatokkal magyaráz. Ferencinek a magyar pszichoanalízis történetében egyedülálló módon személyét és hétköznapi életét is élénk érdeklődés övezte. Előadásomban néhány példán keresztül mutatom be, milyen adalékokkal járulhatnak hozzá az interjúk Ferenczi életrajzához és életművéhez, ezen kívül arra is fény derül, milyen portré bontakozik ki róla hírlapi szereplései alapján. Ferenczi 1926. októberétől 8 hónapot töltött Amerikában, ahová a New School for Social Research Szabad Egyetem meghívására érkezett. Előadás sorozatát itthon és Amerikában is nagy érdeklődés övezte, és nagy sajtóvisszhangot kapott. Ferenczi amerikai működéséről számos részlet csak a hírlapokból ismerhető meg, ilyen például az, hogy mennyire fölkeltette érdeklődését Amerikában a gengszterek világa, amelyet elsősorban Chicagóban tanulmányozott, abban a városban, amit Ferenczi látogatásának időszakában Al Capone bűnszervezete tartott uralma alatt. A gengszterek életét több amerikai városban tanulmányoztam, New Yorkban, Detroitban, Cincinnatiben, és főként Chicagóban, amely a gengek igazi hazája. A legérdekesebb tapasztalatom az, hogy Amerikában a hatósági személyek, hogy úgy mondjam, nem is annyira függetlenek a gengszterek világától. Amerikai tartózkodása alatt helyi hírlapok is fordultak Ferencihez, elsősorban aktuális problémák lelki hátteréről kérdezték. A New Yorki The World riportere a Hotel Saint Andrew-ban kereste föl Ferencit, hogy többek között az öngyilkosságok okairól és a szesztilalomról kérdezze. Ez utóbbi Ferenczi szerint érdekes pszichológiai kísérlet, amely nem maradt következmények nélkül. Sok rejtett tudattalan tendencia, amelyeket a szexfogyasztás elaltatott, most felszínre kerül. Az önöknél tapasztalható bűnözési hullám, a szexplay műfaja, a pornográf magazinok és egyes bulvárlapok sikere is bizonyos mértékben erre a tényre vezethető vissza. 1927. júniusában, röviddel hazautazása előtt, Ferenczi a világszinten is az egyik legrangosabb napilap, a New York Times olvasóit az amerikai élet veszélyeire figyelmeztette, amely olyannyira kimerítő, hogy szükségszerűen neurózishoz vezet. A megoldást a pszichoanalízisben látta, az embereket pszichoanalitikusan föl kell építeni, ehhez azonban pszichoanalitikusok egész seregére volna szükség. Ferenczi megragadta az alkalmat, hogy az Amerikában ellenzett,
de Freud által támogatott laikus analízis mellett érveljen, amelyben a fenti célok megvalósításának elengedhetetlen feltételét látta. Az orvosok száma behatárolt, és teendőik túl szerteágazóak ahhoz, hogy olyan mértékben szenteljék magukat a pszichoanalízis elsajátításának és alkalmazásának, amely kimeríteni az új tudomány gyógyító potenciáját. 1927. decemberében Ferenczi az Esti Kurírnak is beszámolt amerikai tapasztalatairól, elismerően nyilatkozott az amerikai egyetemeken és klinikákon uralkodó szellemről, ahol nyomát sem látta az Európában megszokott tekintélyelvűségnek és szervilizmusnak. A Columbia Egyetem Ferenczi meghívását azzal indokolta, hogy ők nincsenek kellőképpen tájékoztatva a pszichoanalízisről, sőt sok tekintetben elemi ismereteik is hiányoznak. Ilyen őszinte kijelentést az európai kontinens egyetemi tanári karától valami ritkán hallhatunk. Egyébként az ottani klinikákon az a stram és alázatos hang is ismeretlen a tanár és orvosai között, ami némely európai klinika orvosi vizitjét katonai parádéhoz teszi hasonlóvá. Az asszisztens leadja a jelentést, s a tanár kíséretével ellép a haptákban álló betegek glédája előtt. Amerikában ez nincs. A színházi élet 1929-ben Nagy emberek 24 órája címmel jelentetett meg riportot, és többek között Ferenczi napi rendjét is közölték. Hiszen mindenkit érdekel, hogyan élnek, mivel töltik a nap 24 óráját, a politika, a társadalom, a tudomány és művészet sokat emlegetett kiválóságai. Így élnek, így telnek a napjaik, amelyek mögé annyi csodaszerűt, izgatót és sokszor titokzatosat álmodik az olvasók fantáziája. Így írt a színházi élet, és itt látható Ferenczi napirendje. Ferenczi, mint a magyarországi pszichoanalízis vezéralakja, már életében is kultikus figura volt, személyéhez mítoszok, legendák fűződtek. Az eddig ismert képet a barátságos, mosolyú, szeretetreméltó, megértő tudósról, a titkos bizottságról készült jól ismert felvételen a komoly, sőt komor tekintetű férfiak közül csupán egyikőjük mosolyog, a Freud mellett ülő Ferenczi. Ezt a képet a hírlapokból előkerült leírások is megtámogatják. Ferencinek egy hagyományos, bölcs és kedélyes doktorként való ábrázolása olvasható a Prágai Magyar Hírlapban. 60 év körüli, mozgékony, ideges, derűs szemekkel néző idős úr. Nincsen benne semmi a pszichoanalitikus pozőröknek, velük bemélyedő hipnotikus nézéséből. Derűsen mosolyog akkor is, amikor elméleteket magyaráz, könnyed és kifogyhatatlan a mondani valója. A modern tudós típusa. Mosolygó bölcs, aki ugyanarról a dologról extázissal és szkepszissel is tud beszélni. Ferenczi kedvelt közéleti szereplő is volt, aki gyakorta volt látható ismert művészek vagy akár hercegnők társaságában. A Pesti Hírlap tudósítója 1927. októberében a Hungária szálló hajában Bonaparte Mária királyi hercegnő érkezésére várva pillantotta meg Ferencit. A nagyvilági eleganciával öltözött, magas termetű és arisztokratikus arcú hölgy, aki egyszerű autótaxin szemveges őszes úriember kíséretében érkezett a szállodába. Ferenczi népszerűségére nézve sokat mondó a tudósító megjegyzése. Kísérőjét inkább felismerhetik néhányan. Dr. Ferenczi Sándor, a pszichoanalízis legkiválóbb magyar tudósa az, akinek látogatására a királyi hercegnő Budapestre jött. Amerikai szemszögből Ferenczi a közép-európai tudós típusát testesíti meg. A The World tudósítója New York-i szálláshelyén a Hotel Saint Andrew-ban kereste föl, és így írta le Ferencit. Zilált öltözetű, energikus, élénk tekintetű, alacsony ember, fehér haj keretezi rózsaszín feje búbját, és az angolt olyan szabatossággal beszéli,
ami nem indokolja nyelvtudása miatti sűrű mentegetőzéseit. Jól látható, hogy Ferenczy népszerűségének kultuszához a napi sajtó is jelentősen hozzájárult. Az est 1930-ban Ferenczy amerikai páciensi körét bemutatva arról írt, hogy a lélekelemzés modern tudománya egyik kiváló tudósunk révén ma már egymaga is világhírűvé tette Budapestet. Az ő érdeme, hogy olyan márka a világon ez a magyar pszichoanalitikus, mint női ruhában a patu, vagy a legjobb férfi frakban a pool. 1927. szeptemberében arról számolt be az újság, milyen fogadtatásban részesült az amerikai útjáról hazatérő Ferenczy. Családján, barátain és újságírón kívül betegei is a pályaudvaron várták. Egy évi távollét után ma este a bécsi gyorsvonattal hazaérkezett Ferenczy doktor, az európai hírű ideggyógyász. Páciensei megható szeretettel várakoztak a pályaudvaron a professzorra, akitől most már biztos gyógyulásukat remélik. Alig szállott ki autójából Ferenczy doktor, a kapu alól előtűnt egy magas, fekete szakállas, sápad, beesett arcú, nyugtalan tekintetű úriember, aki még a lépcsőig sem hagyta jutni a tudóst, akinek könyörgött, mentse meg, mert már majdnem teljesen tönkrement. Ferenczy doktor néhány barátságos szóval megnyugtatta, de a beteg már nem is érti, mit mond. Egy cédulára kellett felírni neki, hogy hétfőn délután megvizsgálja a professzor. Fent a nagy Diófa utcai lakásban minden szoba kivilágítva. Rokonok, barátok, tisztelők sokasága várja idehaza Ferenczy doktort. A szalomban földíszítve, fölvirágozva az asztal is, amelyen az első vacsorát elfogyasztja családi körében. A sajtó itt is Ferenczyt ünnepelt, páciensei által körül rajongott doktorként mutatja be, az olvasó pedig Ferenczy otthonába, nappaliába, sőt a vacsora asztalára is bepillanthatott. A korabeli Ferenczy kultusz egy másik elemére világít rá, Ferenczy tanárként, professzorként való ábrázolása, amire a sajtóban is számos példa akadt. A legszembetűnőbb talán a hírlapok által használt tanárúr vagy professzor megszólítás, ami ellen Ferenczy hiába is próbált tiltakozni. Röviddel azelőtt, hogy egy vasárnap reggel az Orient Express-szel Amerika felé vette útját, az esti kurír munkatársa a karrieréről kérdezte Ferenczyt, a pszichoanalízis egykori első és egyetlen professzorát. A válasz tartalmát tekintve ismert, Ferenczy megfogalmazásában azonban más forrásból nem föllelhető. Annak idején Moravcsik tanár előterjesztett magántanárságra, de a kar többsége leszavazott. A Károlyi kormány részéről már tervbe volt véve egyetemi kinevezésem, de ennek megtörténte már a kommün idejére esett, és így érvénytelen. Sokáig próbáltam küzdeni az ellen, hogy a publikum ne nevezzen tanárnak. Végül is belefáradtam a folytonos tiltakozásba, és így azt mondhatnám, hogy tanár vagyok a közhangulat kegyelméből. Most azonban, hogy alkalmam van ezt ismét kinyilatkoztatni, újból közlöm, nem vagyok tanár, és semmiféle hivatalos állásom nincs. A New School-on tartott előadásai idején Ferenczyt az amerikai és a magyar lapok is sztárelőadóként emlegették, Ferenczy önmagára azonban mégsem professzorként, hanem sokkal inkább, mint egyszerű vándor tanítóra tekintett. Hát a hírlapok anekdotái és történetei tovább árnyalják a Ferenczyről kialakult képet, kidomborítva személyiségének eddig kevesebb hangsúlyt kapott aspektusait, például a humorát vagy a szórakozottságát. Az, hogy Ferenczyről már életében történeteket meséltek, annak is köszönhető, hogy olyan barátai voltak, mint például Karinthy Frigyes. Az itt látható anekdotát érdemes elolvasni, de most idő hiányában én ezt nem fogom megtenni.
Az anekdoták és interjúk műfai sajátosságaiból adódóan az élőbeszédet, a szóbeli közvetlenséget örökítik meg, vagyis nem csak Ferenczi mondandóját, véleményét rögzítik, hanem bizonyos értelemben őt magát is. Az elmesélt történetekből, a lejegyzett beszélgetésekből, Ferenciről, hétköznapjainak, emberi gyengeinek ábrázolásán, gesztusainak, környezetének, egy-egy szellemes megjegyzésének bemutatásán keresztül az eddig ismertnél közvetlenebb, személyesebb portré rajzolódik ki. Az interjúk, mivel Ferenczi gondolatait tartalmazzák, kétségkívül részét képezik az életműnek és egy jövőbeni, Ferenczi összes műveit magába foglaló kritikai kiadásnak. Míg modern Freud életrajzokban nincs hiány, a ma is virágzó Ferenczi reneszánsz dacára a mai napig nem jelent meg korszerű Ferenczi monográfia, amelynek teljességéhez Ferenczi sajtó szereplése is hozzátartozik. Előadásomat a Pesti Napló 1934. májusi számában található anekdotával fogom zárni, amelyben szinte megelevenedik a múlt, Ferenczi alakja és a század elő Budapestje. Ma már frajdilag oly képzette város, hogy nem fordulhatna többé elő az az eset, amely a megboldogult Ferenczi professzorral történt, s amelyet ő maga szeretett elmesélni a kollégáknak. Valami lipótvárosi estéjén történt, hogy egy gyönyörű hölgy a professzorhoz fordult, akiről mindössze annyit tudott, hogy álmokat fejt. Mit jelent ez? Kérdezte a vacsoránál, asztalon át és jó hangosan. Mit jelent ez az álmom, professzor úr? Hogy mentem át a hídon a férjem barátjával, és leszakadt alattunk a híd. Ferenczi professzor körülnézett, és megrökönyödve és mosolyogva csak ennyit mondott. De asszonyom, hogy lehet társaságban ilyen disznóságot elmondani? Köszönöm a figyelmet!